Köszöntöm nézőinket, önök a Tolnatáj televízió híradóját látják, Gyala Jászmin Grace vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Tanév nyitóan Matthias Corvinus kollégiumban megnyugtatóan fogalmazott a miniszter a nemzetközi ösztöndíjak kapcsán. Kiállítás nyílt a vendéglátóipari iskolában, Viszák László alkotásai díszítik az intézmény falait. Emlékfal a legjobb tanulóknak, 40 éves a szekszárdi iskola. Lódarazsak, az év ezen szakaszában van a legtöbb rovar. A kormány akár saját forrásból is finanszírozza az egyetemi hallgatók nemzetközi cserediák programjait abban az esetben, ha a Brüsszel visszatartja az Erasmus ösztöndíj programokra szánt pénzt. Erről a miniszterelnökséget vezető miniszter beszélt Szekszárdon a Matthias Corvinus kollégium tanévnyitóján. Az MCC Tolna vármegyében található képzési központja egyébként a legnépszerűbbek közé tartozik, ezt pedig már az intézményhálózat főigazgatója mondta. Éppen egy hete került sor arra a pódiumbeszélgetésre, ami a miniszterelnökséget vezető miniszter és a Matthias Corvinus kollégium főigazgatója között zajlott az intézményhálózat szekszárdi képzőhelyén. Az esemény előtt a nemrégen felújított épületfalai között az MCC tanévnyitójára is sor került. A Matthias Corvinus kollégiumot 1999-ben alapították, mostanra pedig a Kárpát-medence 28 helyszínén mintegy 7200 kiemelkedő képességű diákot képeznek délutáni foglalkozások keretében teljesen ingyenesen. A szervezet vezetője azt mondja, a Tolnai vármegyeszékhelyen található képzőhelyük a hálózat egyik legjobban működője. Az elmúlt időszakban is rengeteg rendezvényt szerveztünk, több mint 44 eseményünk volt, amelyen közel 3000 résztvevő a városi polgárok vettek részt, és én külön büszke vagyok a szekszárdiakra, mert hogyha megnézzük, az MCC már 28 városban működik több mint 7000 diákkal, noha az egyik legkisebb város, ahol MCC működik. Itt a legnagyobb az érdeklődés, ha megnézzük a felvételi számokat, megnézzük a programokon való részvételi számokat, megnézzük az események, konferenciák, beszélgetések, előadások részvételi számait, akkor igen előkelő első harmadába találjuk Szekszárdot. Az MCC a hagyományos oktatás keretein kívül kínál képzési lehetőséget a fiataloknak, általános iskolától egészen az egyetemig. A szolgáltatás tehát az állami rendszer mellett azt kiegészítve működik. Ezért is fontos az itt tanuló fiataloknak is, hogy mi lesz az Erasmus ösztöndíjak sorsa, amiknek a támogatását Brüsszel ideiglenesen felfüggesztette. Gulyás Gergely most ezzel kapcsolatban azt mondta, bízik a pénzek mielőbbi folyósításában, ugyanakkor a kormány felkészült arra is, hogy saját költségvetési forrásból biztosítsanak, akár a korábbinál magasabb összegű támogatást a felsőoktatásban résztvevő hallgatóknak. Jó lenne, hogyha az Európai Unió, az Európai Bizottság nem gondolná azt, hogy magyar és holland, magyar és szlovák, magyar és német gyerek között különbséget tehet. Azért az egyik magyarnak született, a másik pedig másnak. Úgy gondoltuk, hogy Európában ezt a kort réges-régen magunk mögött hagytuk. És hogyha az Európai Bizottság is így gondolja, akkor semmi akadálya nincs, hogy november végéig megállapodjunk, és akkor senki nem marad ki, nem lesz egyetlen egy szemeszter sem, aki vagy amely kimaradna az Erasmus ösztöndíjból. A szekszárdi Matthias Corvinus kollégium képzéseiben egyébként nagyjából 200 diák vesz részt Szekszárdon. A miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára szerint a hazai református közösség bátorságát jelzi az óvodaépítési program kezdeményezése, amit a katolikus és az evangélikusok is követtek. Soltész Miklós azt mondta, az elmúlt években az országban 66 óvodát adtak át, ebből 46 új építésű. Az egyház által megvalósított program ugyanakkor nem csak fizikai, hanem lelki-szellemi építkezés, hangoztatta a politikus. Kiállítás nyílt a Tolnavár megyei szakképzési centrum Hunyadi Mátyás vendéglátó és turisztikai technikum és szakképző iskolában. Az intézmény folyosó galériáját Viszák László szekszárdi festő mintegy 40 darab alkotása díszíti. A Tolnavár megyei szakképzési centrum Hunyadi Mátyás vendéglátó és turisztikai technikum és szakképző iskola diákjainak előadásával nyitották meg az intézmény folyosó galériáját. A szervezők
Biszák László szekszárdi festőt kérték fel, hogy legyen az első kiállító, aki egyébként mintegy 40 alkotását ajánlotta fel. A válogatás az úgy volt, hogy először a kedvenceket raktam bele a szatyorba, hogy azt hozom, és utána meg válogattam még, hogy még ez illene a kollekcióhoz, minden, mert otthon van még vagy 100 darab, tehát ez a válogatás volt az egyik nehéz pontja a kiállítás létrejöttének. De végül is mind kedves nekem minden kép, mindegyiket szeretem, és kicsit vegyes, mert igyekeztem úgy összehozni a kiállítást, hogy aki ide bejön megnézni a munkáimat, az mindenki találja meg a szívének, lelkének megfelelőt. Dömötör Csaba kancellár elmondta, hogy évekkel ezelőtt már működött egy galéria az intézményben, amit most ismét szerettek volna életre hívni. Hozzátette, az iskola és a művészet között jelentős kapcsolódás van. Ez a nevelés. És mást és más módon szólítunk meg az iskolában, és más módon szólít meg egy művész. De azt gondolom, hogyha ezt a kettőt össze tudjuk kapcsolni, és az iskola falai között megjelennek azok a képek, amik most is itt vannak például, vagy bármelyik művésznek a képei megjelennek, az biztos, hogy valamiféle hatást gyakorol az itt tanuló diákokra. Az iskola folyosó galériáját tehát szeretnék szekszárdi alkotók képeivel megtölteni, a jelenlegi tárlatot pedig november 17-éig tanítási napokon 10 és 14 óra között tekinthetik meg. Elkezdődött az országos településfásítási program őszi ültetési időszaka, amelynek során az ország 345 településén 8000 fát ültetnek el, jelentette be Nagy István agrárminiszter pénteken. A tárcavezető elmondta, a településfásítási programot az országfásítási program részeként 2019-ben hirdette meg az Agrárminisztérium, amelynek célja a vidéki települések zöldítése és környezeti állapotának javítása. Különleges emlékfalat avattak a szekszárdi Baka István általános iskolában, az alkotáson az intézmény elmúlt 40 évéből a legjobb tanulók nevei láthatóak. Taps fogadta az emlékfal leleplezését, az alkotás szőlőmotívumokat használva mutatja be az iskola elmúlt 40 évének legjobb tanulóit. Az intézményt éppen ennyi ideje, 1983. szeptember 1-én vehették először birtokba az akkori diákok és pedagógusok. Nagyon gyerekközpontú iskola vagyunk, és a szlogenünkből talán, hogy itt ötös lehetsz. A mostani ünnepségre régi pedagógusokat és igazgatókat is meghívtak a szervezők. Ők azt mondták, 40 évvel ezelőtt egy igazán összetartó dolgozói kollektíva kezdett dolgozni az iskolában, és most is nincs ez másként. Mi augusztus 1-től augusztus 31-ig takarítottuk és rendeztük az épületet, mert szeptember 1-én, vagyis augusztus 31-én itt volt az országos tanévnyitó értekezlet, tehát arra készültünk, vártuk a gyerekeket. Igazából sokan fiatalok voltunk, azt kell, hogy mondjam, talán az átlag életkor ilyen 30-31-2 év volt. Az iskolában egyébként egy héten keresztül ünnepelték a kerek évfordulót, mások mellett flashmobbal és retro tárlattal is készültek. Pénteken pedig az órák már 20, még a szünetek 40 percesek voltak. A nemzetiségi civil szervezetek tevékenységének támogatására 450 millió forintot biztosít a kormány 2024-ben. A pályázatokat szeptember 28-áig lehet beadni, jelentette be a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára. Soltész Miklós elmondta, a keretösszeg a nemzetiségek hagyományainak fenntartását, anyanyelvük megőrzését, kulturális céljaik megvalósítását is szolgálja. Kiemelte, a rendelkezésre álló forrásból egy jelentős összeget kizárólag hangszerek és fellépőruhák vásárlásra biztosít a kabinet, e célra 40 millió forint áll rendelkezésre. Soltész Miklós közölte, az elmúlt bő egy évtizedben több mint 4100 sikeres pályázat valósult meg, a magyar kormányzat pedig ezeken keresztül 4,1 milliárd forinttal tudta támogatni az országban élő nemzetiségiek tevékenységét. Az év ezen szakaszában van a lódarazsak csúcsidőszaka, ilyenkor gyakrabban találkozhat velük az ember, mondja a szakértő. A rovar nem szándékosan támadja meg az embert, a fészküket viszont meglehetősen agresszívan védelmezik. Hazánkban egyébként az egyetlen őshonos faj az európai lódarás.
Hatalmas darásfészket távolítanak el a szakemberek az egyik szekszárdi ház padlásáról. Többen is jelezték, hogy már az utcán sétálókat is zavarják, illetve voltak, itt meg is csíptek. Az állatok lakott területen nagyrészt mindig a padlásra, illetve a fák odvába költöznek. Molnár Dániel rovarírtó azt mondja, most van a lódarazsak csúcsidőszaka. A darazsak általában késő tavasszal kezdik el a fészkek építését, ilyenkor még az anya egyedül van. És elkezd olyan petéket rakni, amiből dolgozók fognak születni, és így ilyenkor ősz elejére éri el a fészek azt a tetőpontot, amikor a legtöbben vannak. Majd nem sokára olyan petéket fog az anya lerakni a fészekben, amiből szintén nőstények fognak kikelni, akik párzás után elhagyják ezt a fészket, majd magukra hagyják a dolgozókat, akik elpusztulnak, és az a fészek tavaszra üressé válik. Ilyen bábot kinyitunk, akkor ott vannak bent az éppen fejlődő darazsak. Ebben a fészekben megközelítőleg 5-600 darab példány volt. A lódarás általában nem szándékosan támadja meg az embert, a fészküket viszont meglehetősen agresszívan védelmezik. Ha 2-3 méterre megközelítjük, azt már fenyegetésnek érezhetik, amire együtt reagálnak. A fészek közelében valóban agresszív, de tehát olyankor, amikor valaki sétál az utcán és mondjuk nyal egy gombóc fagyit, akkor a fagyi az érdekelheti. Illetve nagyon sokszor van olyan, hogy egyszerűen neki ütközik, tehát baleseteznek, mint ahogy mi szoktunk autókkal, és olyankor szúr egyet biztonság kedvéért, hogy ő megúszta ezt a dolgot. Magyarországon egyedül az európai lódarás őshonos, aminek testhossza 2,5-3,5 cm, azonban gyakran összekeverik a magányos életmódot folytató szelíd óriás tűrös darázssal, amely akár 5 cm-re is megnőhet. Regionális híreink következnek. Állami segítség a bortermelőknek, lepárlók veszik át a fölös mennyiségeket. Külön díjasok a pécsi sírások az országos versenyen, jövőre Pécsen rendeznék a következő megmérettetést. PTE tánccsoport, afrikai dobzene és táncshow megkezdődött a Pécsi Napok rendezvénysorozat. Az Agrárminisztérium 1,6 milliárd forintos keretösszeggel támogatást biztosít a borászatok számára védett eredetű rozé vagy vörösborok lepátlására, a borpiaci nehézségek kezelésére, közölte a szaktárca. A támogatás mértékének megállapítása a lepárlásra szánt bor tényleges alkohol tartalma alapján történik. Így egy liter bort 150-180 forint közötti nettó áron vesz át a lepárló. Egy bortermelő legfeljebb 2500 hektoliter borászati terméket szállíthat be a kijelölt lepárlókba. Hát az egyik rozénkat szeretnénk leadni, ami 2022-es, illetve van 2021-es vörösborunk, ami egyik tartályban van, őt szeretnénk leadni. Egy tartálynyi rozét és egy tartálynyi vörösbort szeretne lepárlásra leadni Androsics Ferenc. A Balaton őszödi borász azt mondja, kell a hely az újonnan behozott szőlőnek feldolgozásra, így a régebbi évjáratokkal nem tud mit kezdeni. Nagyon nehéz a vörösboroknál legalábbis előre látni azt, hogy adott év, 2-3 év múlva milyen piaci pozíciója lesz az adott borászatnak, egyáltalán vagy a vörösbornak magának. Ugye ezek nagyon csökkenő tendenciában vannak a vörös és a rozé fogyasztás, és hát ezt nagyon nehéz kiszámolni előre. Ugye a szőlőnek az élete az 30-40 év egy adott fajtára, és nagyon nehéz eltalálni azt, hogy mi lesz akár 10 év múlva, vagy akár lehet, hogy 5 év múlva is, hogy a fogyasztók éppen milyen termékeket szeretnek fogyasztani. Az Agrárminisztérium 1,6 milliárd forintos keretösszeggel biztosít támogatást a borászatok számára, védett eredetű rozé vagy vörösborok lepárlására a borpiaci nehézségek kezelése érdekében. Egy bortermelő legfeljebb 2500 hektoliter borászati terméket szállíthat be az intézkedésben résztvevő lepárlóüzemek valamelyikébe. Idejében volt egy szakmaközi felmérés, amiben a borászatok leadták, hogy potenciálisan mi az a készletmennyiség, amitől, ha ezt az állam tudja támogatni, akkor ebbe a verzióba leadnák a lepárlóüzemekbe. Ugye ennek az eredményeképpen született az, hogy 1,6 milliárd forintot támogatja a lepárlóüzemeken keresztül a borászatokat, és ebben, ha jól számoltuk, akkor 150-180 forint közötti áron vásárolják fel a borokat, és ugye ezekből készfertőtlenítők és egyéb alkoholos termékeket készítenek a lepárlóüzemek.
A támogatást a lepárló üzem igényelheti, és teljes mértékben át kell adnia azt a beszállító borászat részére. A beszállítási lehetőségek a lepárló üzem felé a tervek szerint a rendelet megjelenése után néhány nap múlva már megnyílhat. Külön díjasok lettek a pécsi sírások az országos versenyen Nyíregyházán. Szeptember 2. hétvégéjén rendezték meg a megmérettetést, hogy megmutassák a temetőkben dolgozók, milyen embert próbáló munkát végeznek a sírkertekben. A tervek szerint jövőre Pécs lenne a verseny házigazdája, ahol már nemzetközi csapatok is bemutatkozhatnak majd. Az országos sírású versenyen készült ez az amatőr felvétel szeptember első felében Nyíregyházán. Összesen 16 csapat nevezett, köztük pécsiek is voltak, és jól szerepeltek a megmérettetésen. Ki kellett ásni egy 80x80-as 2 méter hosszú sírt, 1,60 mélyen, ami egy sima sírnak felel meg, és utána visszahantolni, tehát volt egy külön feladat a hantolásra is, és akkor kitaláltak egy plusz feladatot, hogy virággal díszíteni a sírt, az is volt egy ilyen külön díjas feladat, amit mi nyertünk meg. Mondja a külön díjas csapat tagja a versenyről. Az országos megmérettetés célja, hogy bemutassák, milyen komoly feladatot végeznek nap mint nap a sírások, vagy ahogy hivatalosan nevezik ma, kegyeleti szolgáltatók. Ez betanított munkának számít. De igazából ez is egy hivatástudat kell ezt csinálni, mert ezt mindenki nem tudja csinálni. Tehát magát elviselni, hogy minden nap a gyászt látni, akkor azért halottak, elhunytakkal foglalkozni, plusz a fizikai része. A fizikai részében főleg az a nehéz, hogy télen, nyáron, esőbe, fagyba, a legnagyobb melegbe, szélviharba. Tehát a temetés az nem olyan, hogy majd akkor elnapoljuk holnapra, hanem azt meg kell csinálni mindenképpen. A versenyen ketten alkottak egy csapatot, Simon Imre társa fiatalon került ebbe a szakmába. Én Kaposváron kezdtem régebben, nagynéném dolgozott a temetkezésnél, én éppen munkát kerestem, és ő hívott fel telefonon, hogy szeretnék-e ott dolgozni, mivel nem volt más választásom, így oda mentem dolgozni, és azóta hát most már összesen úgy mondok 9. éve leszek úgy idézőjelben ebbe a szakmába. Nem csak a sírásás a feladatuk ezeknek a munkatársaknak, hanem az egész búcsúztatás folyamatában részt vesznek, tudtuk meg a temető vezetőjétől. A gyászoló családot, hozzátartozót segíteni, átsegíteni a gyászon a teljes kegyeleti szolgáltatási folyamatban, tehát kezdve az elhunytak azonosítással egészen, amikor az elhunytakat az utolsó útjára kísérik a hozzátartozók, és ezt nagyon sokan ugye nem is gondolják, hogy ez a feladat része a kegyeleti szolgáltatásnak is. Nem csak fizikálisan, tehát maga az ásás, illetve a visszatemetés része mennyire megterhelő, hanem ezt ugye lelkileg, pszichésen is folyamatosan napról napra bírni kell és teljesíteni kell. Örülnek a nyíregyházi sikernek, és szeretnék, ha az országos sírású versenyt jövő évben Pécsen rendezhetnék meg, mondja Kőhegyi Csaba. Reményeink szerint a jövő évben Pécsen kerül megrendezésre, és terveink szerint már esetleg nemzetközi meghívottakkal kiegészülve, tehát bízunk benne, hogy egy-két nemzetközi csapat is részt tud majd venni az eseményen. Elsősorban a szomszédos országokból várják majd a sírású csapatok jelentkezését. A szervezést most kezdik el, a versenyt pedig várhatóan szeptember első felében tartják meg. A jövő évi lenne egyébként a 7. ilyen jellegű szakmai megmérettetés az országban. Táncos előadással, dobzenével és koncertekkel indult a Pécsi Napok Fesztivál 0. napja. Az eseményre szép számmal érkeztek az érdeklődők, hogy megtekintsék a különböző kultúrák előadásait, megkóstolják a hazai bortermelők borait, és eltöltsenek egy kellemes estét a város szívében. A Pécsi Napok rendezvény sorozat vasárnapig várja az érdeklődőket. Megnyitották a Pécsi Napok Fesztivált szerda este.
A látogatóknak különleges programokkal készültek a szervezők az idei évben is. A nulladik napon az International Culture Day in Pécs keretében fellépett a PTA tánc együttese. A délután folyamán látványos afrikai dob és táncshow szórakoztatta a közönséget, majd ezután a fúziós modern hastáncot képviselő Oriental Fusion tánccsoport előadását tekinthették meg a résztvevők. A fesztivált Péterfi Attila, Pécs város polgármestere, és dr. Miseta Attila, a Pécsi Tudományegyetem rektora nyitotta meg. Szeretettel köszöntök mindenkit, és legelőször hadd köszönjem meg a szervezőknek, hogy ezt a munkát felvállalták. Egészen biztos vagyok abban, hogy ez a nulladik nap is nagy siker lesz, és hát nektek, hogy eljöttetek. A megnyitott koncertek követték, így a látogatók az este hátralevő részét kellemes zene kíséretében élvezhették. Minden évben kijövünk, itt lakunk nem messze, és minden évben érdekel, hogy milyen újdonságok vannak, és idén nagyon sok újdonság van. A látogatók a kitelepült standoknál finom ételeket és italokat kóstolhattak, továbbá a helyi kézműves termékeket is szemügyre vehették, megvásárolhatták. Szeretem a jó ételeket, nagyon sok már az ismerős, akik itt lángost, finom borokat értékesítenek, és ezekkel szolgálnak ki minket, meg természetesen a sok pécsi és remélhetőleg külföldi vendégeket is, hogy megismerjék egy kicsit ezt a környezetet, meg a Pécs és Pécs környéki borkultúrát, amit én nagyon fontosnak tartok. Úgyhogy mi nagyon jól érezzük magunkat, és itt fogjuk tölteni a hét minden délutánját. A vasárnapig tartó fesztivál különleges programjai minden korosztály számára tartogat érdekes és izgalmas pillanatokat, így érdemes lehet kilátogatni erre a kulturális eseményre. Végül mutatjuk legfontosabb Tolnavár megyei híreinket még egyszer röviden. Tanév nyitóan Matthias Corvinus kollégiumban megnyugtatóan fogalmazott a miniszter a nemzetközi ösztöndíjak kapcsán. Kiállítás nyílt a vendéglátóipari iskolában, Viszák László alkotásai díszítik az intézmény falait. Emlékfal a legjobb tanulóknak, 40 éves a szekszárdi iskola. Lódarazsak, az év ezen szakaszában van a legtöbb rovar. Szombaton hullámzó hidegfront okoz változékony időjárást, általában hűvös, borongós, csapadékos idő a valószínűbb. Vasárnapra szeles és már országszerte hűvös lesz. Hétfőre már front mögötti javuló időben bízhatunk, mérséklődik a szél, és döntően napos időjárás a legvalószínűbb csapadék nélkül. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!